Összeroncsolódott autók, úton heverő alkatrészek, hatalmas ködvizes út. Ezek a felvételek tegnap készültek Tevel közelében, ahol két autó összeütközött, az egyik jármű kereke is kitörött az ütközéstől. Rövid időn belül több baleset is történt Tolna megyei útjain szerda délelőtt. Zomba közelében a 65-ös út 21-es kilométerénél ütközött két személyautó. Itt a bonyhádi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói avatkoztak be, akik áramtalanították a járműveket, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. Szedres és Medina között szintén két autó ütközött. Itt az ütközés következtében az egyik autó az árokban kötött ki. Itt a szekszárdi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, szintén áramtalanították a járműveket, illetve kerekeire állították az árokba borult autót. Az előrejelzések esős, ködös, hideg időre figyelmeztetnek. Ilyenkor a közlekedési balesetek is megszaporodnak. A hatóságok tapasztalatai szerint a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse az autót, és természetesen saját magát ezekre a körülményekre. A szakemberek azt javasolják, hogy nagyobb követési távolságot tartva körültekintőbben, megfontoltabban vezessünk, mivel az esetleges hibák könnyebben korrigálhatóak. Az ónos eső, a hó, a jeges, esetleg nyálkás utak mindennapossá válnak, főleg éjszaka és a reggeli órákban jellemző a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és jeges útszakaszok hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot kíván. Érdemes lecserélni a nyári gumikat is télire. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság.